Ezek a képek tanúsítják, mekkora volt a baj Kisvárdán. A vihar fákat döntött a házakra. A belügyminisztérium megkeresésére a bonyhádi önkéntesek is a bajba jutottak, segítségére siettek. Lakosság elmondása szerint három helyről jött feketeség az égen. Amikor ezek összeértek, akkor mínusz 20 fokot csökkent a hőmérséklet, elsötétedett minden, mintha éjjel lett volna. Ez az egész vihar, ez körülbelül 15-20 percig tartott, utána kivilágosodott minden, és újra kisütött a nap, tehát 40 fok volt. Így mondta el stábunknak Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében uralkodó állapotokat. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltók közül hatan mentek Kisvárda térségébe segíteni. A vihar több mint 5000 épületet rongált meg 80 településen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltunk káresetek felszámolásánál, amit a vihar okozott. Kisvárdán és Ajak településen végeztünk műszaki mentést, ami azt jelenti, hogy favágások, ingatlanra dőlt fák és tetőjavítások, illetve a tetőknek beázásmentesítését végeztük. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 fővel vonult Nyíregyházára. Nyíregyházai megérkezésünk eligazítás után tovább lettünk küldve Kisvárda településre. Pénteken, körülbelül olyan 10:30-kor dr. Balázs Gábor, Tolna megyei katasztrófa főigazgatója hívott föl telefonon, hogy elég nagy vihar volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és oda kérik több egyesületnek a segítségét a keresetek felszámolásában. Az önkéntes tűzoltók elnöke azt mondja, hogy jó volt látni az összefogást, ami a káresetek felszámolása körül történt. Nem csak az országból, hanem az országhatáron túlról is érkeztek segíteni a szabolcsiaknak a műszaki mentésben. Nagyon jó volt részt venni ilyen nemzeti összefogáson. Jöttek szlovákiai magyarok, erdélyi magyarok és vajdaságból. Amikor igazgató úr felhívott, akkor közel 1200 bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemhez. Tehát elég sok egyesület, illetve tűzoltóság, hivatásos állomány katasztrófavédelemtől érkezett. Amíg eljöttünk vasárnap délután 1 óráig, az 1200 bejelentésből 30 maradt hátra, amikor eljöttünk.